Bene Gábor veszi át az utánpótlás szakmai vezetését az FC Nagykanizsánál. Az augusztusban induló szezonban már a 35 éves szakember felügyeli és koordinálja minden korosztályos csapat munkáját, az óvodásoktól egészen a 16 évesekig. A már 2 éve az utánpótlás csapatoknál dolgozó tréner legfőbb céljának azt tartja, hogy minél több fiatalt lehessen rövid időn belül beépíteni az NB3-as gárdába. A nagykanizsai csapatot egykor játékosként is erősítő edző a felnőtt csapat újjáalakult szakmai stábjában is szerepet kapott. Barna László segítője lesz a 2018-2019-es szezonban. Nagy feladat, egyértelműen, de büszkén vállaltam, és nagyon remélem, hogy a kollégákkal együtt, akikkel azért már az elmúlt időszakban úgy gondolom, hogy elég jól tudtunk együtt dolgozni. Nagyon remélem, hogy egy sikeres szezon tudunk majd úgy összességül az utánpótlás terén is, mondom az egész utánpótlás terén, tehát egészen a 7 évesektől, sőt az óvodai futballt is beleértve, tehát az óvodás kortól egészen a 19 éves korosztályig bezárólag egy nagyon sikeres szezont szeretnék majd ebbe az elkövetkezendő egy évben majd elérni.